Sziasztok! Ismét megpróbálok bundás kenyeret csinálni. Hát, most jobban sikerül, mint a múltkor. Ugye van toás, így rögtön kenyér, meg majd mindjárt mutatom, hogy zsír, miben meg fogjuk sütni. És persze ezért laphasajt. Na, hát akkor feltörjük a toást, ugye, ahogy a mester is csinálná. Mi a fasz? Belement a héja. Nyilván kézmosással kezdtünk, csak azt nem rakjuk bele a videóba. Szerintem 3 elég is lesz. Szerintem ennyi elég is lesz. Na, szerintem így rendben is van. Úgyhogy akkor mehet fel a zsír a gázra. Meghengelgetjük itt a toásba. Nem spórolunk vele. Lehet, hogy ez a 3 tojás még sok is volt, lehet, hogy 2 is elég lett volna, most már mindegy, hát ezt már meg kell csinálni. Fokozni szomszédok live, most egy kicsit törlesztünk a szomszédnak. Ez mekkora átszólt? Na. Nem baj, hadd szokja, legalább egyszer okkal fog panaszkodni. És akkor kicsit visszaveszünk most a gázon. Ez basztuk el szerintem a múltkor is. Hogy túlságosan fel volt tekelve. És ameddig sül, addig meg elkezdem meghámozni egyébként azért a lapkasajtot. Próbálom úgy mutatni, hogy látszom, csak vigyázni kell vele, mert nagyon szakad. Mindjárt megtelik ez az is. Teljesen sajtot közeg ezekre már. És akkor jut minden. Már csak 2 van. És akkor jut ki, mert innen van, amit elmegy megfordítom.
Szerintem ez még... Most meg túl korán vettem vissza. Most meg még nem azért melegedett az a zsír eléggé. Akkor meg az volt a baj, hogy túlságosan kápolt, szinte azonnal égett is meg. Sosem lesz ez tökéletes. Akkor most visszatöltöm. Hát visszanyomtam egy kicsit a gázt. A kémek tányéran be. Pakolhatom ki azt, ami már elkészült. Túlságosan sem akarom, mert akkor meg befüstölik mindent. Bár az ablakot kinyitottam. Jó. Ezt már készre jelentem. És akkor így rátesszük a sajtot. Lesz ideje ráolvadni. Sajból se lesz elég. Nem egyet kellett volna venni, hanem két zétasakot. Most már mindegy. Hát ez már határozottan jobban néz ki. Mondjuk közepe, mintha nem sült volna meg, de legalább nem égett oda. Visszavettem kb. A felére a lángot. Na. Jó, akkor egy kicsit még hadd süljön. És mehet a következő. És van még négy kenyér, igaz, hogy ezek már csak töredékek, és egy latta sajt. Na, csak egy van. Hát, véleményes, hogy ez most jó lett-e, vagy nem. Na mindegy, hát most ez van. Kicsit még menjen. Most kiszedjük. Az utolsó. Mire már csak egy darab sajt maradt. Szerintem akkor most elzárjuk.
az utolsó is. Akkor megmutatjuk, hogy itt vannak a nagy művek, azért még fel kell majd turbózni. Na és akkor kóstolás van. Mondom, hogy Zoli bácsi konyhájából a tömlős sajt. Hát azért ebből a konyhából meg a marha erőszósz az, ami nem maradhat ki lassan. Na jó lett. Egy kis marha erőssel felturbózom, mert pláne jó. Határozottan jobban sikerült, mint az előző próbálkozás. Nem égett oda egyik se, vagy legalábbis nagyon látványosabb, mint a múltkor, nem? Szerintem egy kis ületlen van közte, ami egy kicsit maradhatott volna tovább, de hát mindegy. Második nekifutásra határozottan jobb lett, úgyhogy sziasztok!